táborok és programok a szünidő alatt, múzeumok éjszakája Ferencvárosban is, egy négyzetméteres nagyításon tájképek és felhők a Pince galériában. Szeretettel köszöntjük Önöket, bár véget ért a tanév, Ferencváros önkormányzata idén is biztosít napközis tábort a kerületi diákoknak, valamint Balatonlelle és Kincsesbánya is várja őket. Ezekről és a további szünidei programokról beszélgettünk Kálai Gáborné alpolgármesterrel. Ezek a felvételek tavaly készültek a lakótelepi Vörös Sándor és a középső ferencvárosi Molnár Ferenc iskola nyári táborában. Idén is ezen a két helyszínen várják változatos programokkal a kerületi diákokat. Mind a két helyen nagyon sok programmal várjuk a gyerekeket, természetesen teljes ellátással. Mind a két iskolában van úszoda, ezért is esett a választás erre a két iskolára. Az úszás mellett is nagyon sokféle sportprogramot biztosítunk a gyerekek számára. Sok versenytől a futball kupáig, tényleg asztali tenisz, tehát nagyon-nagyon széles a spektrum. Kézműves programokat, filmvetítés, a Vörös Sándor iskolában a számítástechnika terem is a gyermekek rendelkezésére áll. Lesznek buszos kirándulások az önkormányzat támogatására, így a gyerekek eljutnak Diósjenőre, a Velencei tóhoz, a Balatonhoz, Szentendre és Kanzenva, a Margit-szigetre, Kopaszigátra, állatkertbe. De nem csak a városban van lehetőség táborozni. Minden évben mi is beszámolunk a Balatonlellei táborról. Itt van üdülője az önkormányzatnak. Valamint van egy egész évben üzemelő helyszín is Kincsesbányán. Balatonlellén 163 gyermek tud egyszerre nyaralni. A roma nemzetiségi táborral indítottunk, és ezt követi majd a testvérvárosi tábor, és hát itt az iskolák maguk szervezik meg a különböző programokat, de hát nyilván azért itt a fő attrakció azért a Balaton. Van a Kincsesbánya, egész évben teljes létszámmal üzemel, itt egyhetes turnusokban, gyakorlatilag a kerület összes iskolájából működik az erdei iskola, ezt 100%-osan az önkormányzat támogat, tehát itt ez a gyerekek számára teljesen ingyenes. Most a nyári hónapokban, júliusban lesz két turnus. A táborokon kívül még milyen program lehetőségeket biztosít Ferencváros önkormányzata a családoknak, a gyerekeknek? Ebben az évben is megrendezzük a játszószerdákat, amik hét egymást követő szerdán a rakótelep nagy játszóterén. Délelőtt 10 órai kezdettel különböző nagyon élvezetes programokat és igényes programokat kínálnak a gyermekek és szüleik számára. Ezek gyermekszínházi, bábszínházi produkciók, különböző kézműves foglalkozások, és ugyanígy a játszócsütörtökök, ezek pedig a középső ferencvárosi gyermekek számára Ferenc téren nyújtják ugyanezt a szórakozási lehetőséget. A Szociális Városrehabilitáció Ferencvárosban József Attila terv első ütemprojekt keretében is lesznek nyári ifjúsági programok, melynek célközönsége elsősorban hátrányos helyzetű, ezért a nyaralásból kimaradó gyerekek. Nekik szerveznek vonzó, tartalmas elfoglaltságot a nyári iskolai szünetre, így például pénteki napokon éjszakai pingpongot a Közért Egyesület. Hetente több alkalommal, változatos programokkal várják a gyerekeket a Kerekerdő parkba is, valamint lesz színész és művésztábor a József Attila általános iskolában. Részleteket a josefattilaterv.hu oldalon találnak. Természetesen Ferencvárosban is nagyon sok kulturális intézmény csatlakozott a múzeumok éjszakájához. Ezek közül mi két helyszínen jártunk, a József Attila emlékhelyen és az idén 225 éves Cvakgyárban és látogatóközpontban. Június 20-án a múzeumok éjszakáján debütált a József Attila mobil applikációs séta, melynek utolsó állomása a Gát utca 3 szám alatt van, a József Attila szülőházában kialakított emlékhelyen.
Mint látható, szép számmal vettek részt a helytörténeti gyűjtemény vezetője, Gönczi Ambrus által vezetett interaktív sétán. Ferencváros önkormányzata megbízásából a Petőfi Irodalmi Múzeum és az MTA Staki közreműködésével készített hangos vezetett séta József Attila életének kerületünkhöz kapcsolódó helyszíneire kalauzolja el az érdeklődőket. Tehát ezután okos telefonjának segítségével bárki végigjárhatja ezeket a helyszíneket. Nagyon jól debütált. Végig sétáltuk azt a 11 helyszínt, amely ebben az ingyenesen letölthető alkalmazásban szerepel, amely a Ferenc térről indul, ugye a séta, és itt a Gát utca 3-ban a szülőházban ér véget. És hát akinek van okostelefonja, le tud tölteni ilyen alkalmazást, akkor azt ingyen megteheti, és tulajdonképpen mindenfajta vezetés nélkül saját maga is végigjárhatja ezeket a helyszíneket. Rá kell menni a Budapest at Hand nevű applikációra. Be kell írni, hogy József Attila Ferencvárosban, és akkor elő kijön a kereső felületen megjelenik ez a letöltési lehetőség. Rákattint az ember az okostelefonján, az érintő képernyős telefonján, letölti kb. 100 megabájtnyi az anyag, és onnantól kezdve térképpel együtt végigsétálhat a helyszíneken, vagy a helyszínek között, amelyet József Jolán, József Attila élete című regénye alapján állítottunk össze. A narrációk, tehát az egyes helyszínekhez kapcsolódó visszaemlékezések, azok mind az ő tollából származnak. Ezt kiegészíti József Attila több verse. József Attila, április 11. A talló kalászait hányva, s a verebek közé belesvén, nagy szél kapott föl egyszer engem hirtelen, áprilisi estén. Nagyon érdekes, hogy bármikor meg lehet szakítani a sétát, és onnan ugye elraktározza ez a rendszer, vagy ez a szoftver a dolgot, és lehet onnan folytatni, ahol az ember abba hagyta. Egyébként 90 perc az össztartalma, vagy össztartama a sétának. A séta jó volt, nagyon jó volt. Igen, gazdagabb lettem. Ma is tanultam valamit. És József Attilával kapcsolatban esetleg milyen friss információkra tetszett? Hát a József Áron sztoria. Úgyhogy elment Krajovába. Ezt kevesen ismerik. Mindenki azt mondja, hogy Amerikába. Holott nem így van. Nagyon érdekes volt, és egy csomó olyan információt megtudtam a séta során, amit eddig nem tudtam József Attiláról. Tehát én nap mint nap járok ezeken a helyeken, és így majd fogom tudni mesélni a fiamnak is, aki már ismer József Attila verseket, hogy melyik helyszín hogyan kötődik a költő életéhez, úgyhogy nagyon informatív és érdekes volt. Akik pedig végigjárják a mobil applikációs sétát, utolsó állomásként megismerhetik az április 11-én újra megnyitott, korszerű, modern József Attila emlékhelyet. Ezt tették az érdeklődők a múzeumok éjszakáján is. Az emlékhelyet a tervező Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa Hábagó Ilona mutatta be. Ezt követően a programsorozat versmaratonnal folytatódott. A szavalatok sorát Bakos Kis Gábor, a Nemzeti Színház színművésze kezdte. Kardélen csillan, a hajó. Bajszom, mint telt hernyó terül elillant ízű számra szét. Fáj a színem, a szó kihűl, de hát kinek is szólani. Az emlékhely udvarán volt kinek szólni és szavalni. Bakos Kis Gábort ferencvárosi kötődésű idősebb és fiatalabb versmondók követték. Mi jó dolog, én gondolom sem, mert boldogság, hogy gyorsan, és már nincs vele semmi jó dolog. Hasonlóan jó hangulat volt a Dandár utcai, immár 225 éves cvakgyárban, ahol természetesen a látogatóközpontot is meg lehetett tekinteni, no meg unikumot is lehetett kóstolni. A színpadon pedig Cvak Sándor köszöntötte a látogatókat. Igen, izgalmas, változatos és kalandos volt ez a 225 év. Hogyha lenne egy időgép, akkor melyik időszakban mennél vissza, melyiket élnéd meg? Nekem mindig a két háború között ez az időszak nagyon tetszett. Ilyen romantikus időszak volt.
Szerintem arra mennék vissza, erre az időszakra. Ezzel az időgéppel a jövőbe lehetne elmenni, akkor mondjuk mennyi időre mennél előre, és mit szeretnél akkor látni? Hát ez jó kérdés. Az, hogy mennyire mennék előre, maradjuk a 100 évnél, és hogy a következő pár generáció még itt van, és sikeresen tovább viszi azt a céget. Ma 225 évesek vagyunk, és hogy még olyan nagy sikerrel tovább vigyék. Ez lenne az álmom, remélem, hogy összejön. Ez pedig már az Experience társulat kimondottan erre az alkalomra készült összeállítása. Azt tudom mondani, hogy egyedi lesz, mint az unikum. Egy körülbelül 30 perces műsort fog látni a kedves közönség. Ezek kivonatok a mindenkori legjobb produkciókból. Pörgős lesz, friss, üdítő, akárcsak az unikum maga. Kapcsolódik egyébként valamiképpen maga a tánc a családhoz, illetve a gyárhoz, a gyár történetéhez esetleg? Természetesen lesznek benne olyan jelenetek, amik az unikumnak a sajátosságait megjelennek. Esetlegesen az üveget magát fogjuk megjeleníteni, és ugye hát ennek a hangulatát, mondjuk ezt inkább így. Készülődés közben esetleg kóstolták is az unikumot? Ó, bárcsak lett volna rá alkalmunk, de reméljük azért így is nagyon jó lesz a műsor, és azt reméljük, hogy a közönség ezután még lelkesebben fogja fogyasztani ezt a nedűt. Középformátumú filmes kamerával készíti fotóit Dobos Dorka fotóművész. Dupla expozíciók című tárlata július 16-áig látható a Pince Galériában. Filmre készültek a képek, és 6x6 cm-es filmkockákra készültek, mindegyik dia. Ami itt van, tehát nem negatív, hanem pozitív képek vannak kinagyítva akkora méretben. És milyen géppel készültek? A gép az egy középformátumú filmes kamera, Norita. Graflex Norita 66, ez a neve a kamerának. Több géped is van egyébként? Vagy ez az egy... Nagyon sok gépen van, de ezt annyira szeretem, hogy semmelyiket nem használom, csak ezt. Tehát ez egy nagyon nagy ritkaság, egy tényleg ilyen tök ritka gép, alig van belőle a világban, de sikerült egyet megszerezni, úgyhogy azóta csak azt használom, semmi mást. Amikor az első tekercset megcsináltam, akkor éreztem. Egyrészt a formátum miatt, hogy négyzetformátum nagyon-nagyon tetszett, meg a kamerának a lelke. Tehát ez tényleg így van, hogy van lelke ezeknek a kameráknak, úgyhogy emiatt. És ennek a kamerának milyen a lelke? Hát gyönyörű szerintem. Csak remélem, hogy fel tudok nőni a lelkéhez. Hol hívod, vagy hivatod elő a képeket? Hát a színes diákat, azokat hivatom, azokat nem otthon, de van egyébként otthon saját fotolaborom, de ott csak a fekete-fehér filmeket hívom elő, meg a fekete-fehér megnyitásokat csinálom én. Tehát a színeseket, azokat nem, mert ilyen, hát azokhoz már nagyon oda kell figyelni, hogy hány fok van, meg ilyen 1-2 fok miatt már elromolhat valami, úgyhogy csak a fekete-fehéret csinálom én. És maga az a folyamat, hogy hogyan, mekkorára, miként nagyítod, az hogyan alakult ki? Az egy négyzetméter az úgy, hogy annyira, de meg akartam nézni, hogy mi az a méret, amit még elbír egy ilyen dia, és ennél egyébként sokkal nagyobbat, csak azt már a pénztárcám nem bírja el. De amikor így először megláttam, hogy egy négyzetméterben is ennyire tűéles lehet, meg mindig egy kép, és ebben semmi digitális dolog nincs, akkor gondoltam, hogy így összekaparok annyi pénzt, hogy legyen több kép is. Ugye, ahogy a kiállítás címe is utal arra, hogy ilyen dupla, megkettőzött képeket láthatunk most tőle. Hát valaki egyszer azt mondta, hogy nagyon szépet látok, és annyira tetszik, hogy kétszer is rá akarom fényképezni egy filmkockára. Ez valamennyire igaz is, meg jól is néz ki. Tehát már így úgy is képzelem mindig el, hogy látom előre, hogy ez, hogyha itt most megfordul a kamera, akkor ez nagyon szép lesz, és ez sokszor sikerül is. Ugye elsősorban most tájképeket láthatunk tőled, alapvetően is ezek a témák azok, amik izgatnak? Valamitől az emberek nem nagyon kerülnek rá. Most itt pont van egy kép, ami van ember, de amúgy nem, valamitől a táj az, ami,
Meg a táj is nagyon messziről, tehát az sem úgy, hogy így részleteiben, hanem inkább messziről. És úgy tűnik, hogy az ég, illetve a felhő motívum is fontos számodra. Igen, egyszer van egy nagy álmom, hogy lesz majd egy felhő kiállítás, ahol csak felhők lesznek, semmi más. De most egyelőre még nincs annyi felhős kép, hogy ez így összejöjjön, de majd lesz egyszer. Én nagyon örülök, hogy vannak felhők, hogy minden ország fölött vannak felhők, és ezért igazából tök mindegy, hogy hol vagy, mert hogyha van felhő, akkor már biztonságban. Nekem egy kicsit ilyenek a felhők, hogy ilyen biztonságérzetet okoznak. Köszönjük figyelmüket, friss hírekkel jövő héten is várjuk Önöket. További nagyon kellemes hetet kívánunk, viszontlátásra!